A tájház udvarán volt látható az a nagyértékű karácsonyi ajándék, melyre sikeresen pályázott községünk, és amit dr. Völner Pál államtitkár is megtekintett. Plinger Tamás polgármestert arról kérdeztük, pontosan mire lesz jó ez a munkagép, és hogyan sikerült beszerezni. Egy gyönyörű szép traktort sikerült vásárolnunk a Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően. Egy olyan traktort, amit olyan eszközökkel szerelhettünk fel, amik a falu életében nagyon nagy segítséget nyújtanak a dolgozóinknak. Egy homlokrakodót helyeztünk el a traktoron, amivel kisebb-nagyobb földmunkákat, követ és egyéb dolgokat tudunk rakodni, illetve a hátuljára egy árokásó kanalat kaptunk. A településünkön jelentős probléma a csapadékvíz elvezetés, illetve az elhanyagolt árkoknak a tisztítása, ezt ezzel a traktorral nagy részt meg fogjuk tudni oldani. A traktorhoz még sikeresen pályáztunk egy utánfutóra, ami egy tonnás utánfutó, egy oldalra billencses, ezzel is jelentősen megkönnyíti a dolgozóink munkáját, illetve sokkal több feladatot fogunk tudni ellátni. Ez 7,5 millió forint, majdnem 7,5 millió, 7 millió 498 ezer forintba került. Ez volt a maximum támogatási lehetőség a Magyar Falu Program keretében. A vállalkozó, aki szintén tarján és lokálpatriótaként még hozzáadott, hogy még jobban tudjunk dolgozni egy raklapvillát, illetve egy rézsű kanalat, amivel még ügyesebben fogunk tudni dolgozni. A kanalat nagyon könnyen le lehet szedni, illetve fel lehet rakni a raklapillát, hótolót is fel lehet rakni. Ez hátulra egy ilyen rézsű kanál. Tisztelt államtitkár úr, kedves tarjániak! Egy önkormányzat feladatköre, munkája nagyon sokrétű és összetett, de ami a legfontosabb, az az, hogy a helyiek mindennapjait megkönnyítse, a települést élhetővé tegye, az ott lakók kényelmét szolgálja. Ehhez a szolgálathoz kaptunk most ismét nagy segítséget a Magyar Falu Program keretében. Egy munkaeszközt, amit a saját igényeinknek megfelelően sikerült összeállítanunk, hogy a feladatainkat még hatékonyabban tudjuk ellátni. Mert jó gépekkel, motivált, elhivatott és szorgalmas munkatársakkal igazán nagy lépéseket tehetünk településünk karbantartása, szépítése terén. Magyarország kormánya 2018-ban hirdette meg a Magyar Falu Programot, hogy a magyar vidéket fejlessze, fejlődését elősegítse. Ezúton is kérjük államtitkár urat, hogy köszönetünket tolmácsolja Magyarország kormánya felé. Köszönjük önnek, hogy elkötelezett tarjániként terveinket, elképzeléseinket a lehetőségekhez mérten, mert tudjuk, hogy mindent nem lehet egyszerre megkapni, támogatja és előmozdítja. Kívánok önöknek békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, gyümölcsöző, boldog új évet! Én is szeretnék gratulálni polgármester úrnak, tarjániaknak ehhez az eszközbeszerzéshez, és hát külön karácsonyi ajándéknak tekintem a tarjáninak nevezett, és mi megtiszteltetése számomra. Tudjuk, az idejében is voltak már eredményeink, orvosi eszközbeszerzés, a Bódaudvarnak a játszótér kialakítása, vagy éppenséggel ez a többfunkciós traktor. Én remélem, hogy a következő években ugyanígy folytatni tudjuk, hogy mélyen elkötelezett vagyok emellett, és a magyar kormány pedig a jövőben növelte a pandémia ellenére a magyar kormányban rendelkezésre álló forrásokat. Nagyon remélem, hogy nagyon sok ilyen kis apró ünnepségnek lehetünk előnökben is részesei. Jó együttműködést kívánok magunknak is, és képviselőként legmélyebben elkötelezett vagyok a kormányban. Köszönöm. Köszönjük szépen! Sok szeretettel látjuk Tarjánban mindig.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szentesti ünnepi alkalmon. Talán egy kicsit másként, mint a megszokott időben, ha mondhatom így, ez a vírushelyzet létszámilag is, meg hát így a kicsit a műsorunkat is felülírva itt van közöttünk, de a szeretet is itt van közöttünk. Jézus Krisztusban eljött közénk, megszületett a megváltunk, és érezhetjük, átérezhetjük ennek a hatását még így 2000 évvel az ő születése után is. És így köszöntök mindenkit szeretettel és az apostol szavaival. Legyen velünk kegyelem, irgalom és békesség. El nem múljon az Atya Istentől és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvéreim, a Jézus Krisztusban a 326. dicséretünket keressük meg, és ezt a 326. gyönyörű karácsonyi énekünket helyünket elfoglalva énekeljük el mind az 5 versével. Dicsőség! Szíriában Cirénius volt a helykartó. Erre
Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galilai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek. Mert Dávid házából és nemzetségéből való volt ő. Hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött az ő szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bebújálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számára hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyárunk mellett. És az Úr angyala megjelent neki. Körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett előtt rajta. Az angyal pedig ezt mondta neki. Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bebújálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindez, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak neki. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta az ő szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente. Ámen. Az Úristen tegye áldottá ezen a mai ünnepi alkalmon is az ő igéjét a mi életünkben és a mi szívünkben. Jöjjetek testvéreim, imádsággal válaszolunk. Mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, hála telt szívvel vagyunk most ezen az esős, borongós délutánon is te előtte. Hálás a mi szívünk azért, hogy adtál nekünk alkalmat, amikor így ünnepi hangulatban is, ha csak így időben, vagy éppen létszámban csökkentve is, de együtt lehetünk. Hogy együtt örülhetünk a mi megváltunk születésének, hogy együtt lehetünk itt családokként, szomszédokként, falu közösségként és gyülekezetként. Együtt lehetünk, együtt dicsérhetünk téged, és együtt adhatunk hálát azért, hogy elküldted a te szent fiadat a mi megváltásunkra is. Mert tudjuk, Istenünk, hogy miértünk is elküldted a te fiadat. Tudjuk, hogy értünk is megszületett ott akkor, a betlehemi jászolban, hogy értünk is megszületett, hogy a mi váltságunkra legyen, hogy elvegye a mi bűneinket, és hogy nekünk örök életet adjon. Urunk, végtelen ezért a hálán, és köszönjük azt, hogy még most is tart a te kegyelmet. Tart a te kegyelmet, hiszen együtt lehetünk, tart a te kegyelmet, hiszen családok vannak, párkapcsolatok vannak, testvéri közösségek és kapcsolatok vannak. Urunk, jó ezt megtapasztalni most ezen a szent estén is. Jó megtapasztalni azt, hogy a te áldásod rajtunk van. Köszönjük ezt, Istenünk. És köszönjük azt,
hogy a te egyszülött fiadban megmutattad és példát adtál arról a szeretetről, amelyet tőlünk is elvársz. Urunk, Istenünk, most úgy, ahogyan akkor ott a pásztorok voltak, mi is dicsőítünk téged, és köszönjük neked azt, hogy velünk vagy, hogy oltalmazol bennünket. Köszönjük azt is, Istenünk, hogy erre a mai estére engedted, hogy együtt legyünk, egészségben, épségben és szeretetben, olyan békességben, amely hiszük a józanságunkat is tükrözi ebben a mostani helyzetben. Arra kérünk téged, hogy áld meg a gyermekeket, akik itt vannak, áld meg a családokat, áld meg azokat, akik a mai alkalomra készültek, beletették szívüket, lelküket a készülésbe, hogy úgy adjanak számot a te egyszülött fiadról versben, imádságban. Urunk, kérünk téged, jöjj közénk, áld meg bennünket, és mindezt nem a magunk érdemért kérjük, Istenünk, hanem Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Karácsonynak szép zöld fája, tér be a mi kis házunkba. Hozzál fényt és jó meleget, boldogságot, szeretetet. Kis Jézusom, úgy hallottam, segíts nekem, hogy még jobban megismerhessem a segíts, hogy testvéremnek jó testvére legyek, és szeretetemet tőle kapjam, és szeressenek. Segíts, hogy a szüleimnek jó gyermeke legyen, megértessen a világot és az embereket. Karácsonyban, kis Jézusom, téged ünnepelünk, itt a véges, a szeretet legyen mindig velünk. Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég, apócska kis csillagtüzet égtek szerte szét. Köztük egy a legfényesebb mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa szerte a világ. Fényes csillag, vándor csillag, három bölcs fölött, remény hozott, s reményt adott, ami örvülött. Aztán fény elhalványul, de ha akarod, minden évben decemberben újra felrúgul. Hóból az erdő, körből a felhő. Hó esik, tél szelep újra. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Szár csuda híre, szívből szívre, 2000 éve tanulja. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Angyalok ajkán, emberek hangján, csendül a csillagos ének, 2000 éve mennek elébe, boldogan, kik neki élnek. Ott a helyed a drága menetben, életed Krisztusa, várjál. Hagyd el a gondot, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát. Csendesség.
és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a megszületett Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás, békesség, és meglepetéssel is készültünk ott kint a kifele menet, nehogy elhagyjuk a helyszínt egy kis finom forborradból nélkül. Áldás, békesség. 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 Egy kis forradborral is készülünk ott, úgyhogy el ne menjünk addig, amíg nem kóstoljuk meg. Áldás, békesség. 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 Nincsen. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Hova? Menjetek oda előre. Áldás, békesség. Megtartatjuk a karácsonyi párkát. Meg akár. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Csináljuk egy vegyeset? Nem, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen a kedvességeteket. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a Messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenn, a Nagyisten szent kegyelme sógna, szállna. Az én kedves kis falumban, minden szívben csak szeretet lakik már. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza, de jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni, de jó volna mindent elfeledni.
de jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ó, ez a szép rege, igaz hitté válna. Ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra. Talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világ. Skriskindl, Winde was. Es war no och Tag bis zu die Weihnachten. Die Kinder haben sich schon ins Bett gelegt zum Schlafen. In der Sturm hat neues Licht brennt. Die Aal ist bin aufgesessen und hat gesponnen. Da fängt der kleine Franzl auf zu erzählen, was er alles von Christkindl haben will. Auf einmal sagt es seine Schwester, wünscht dir auch was von Christkindl. Da fängt die kleine Kadi an und wird dabei tut sie laut schreien. Da sagt der Franzl, was tust du so rumjochten? Das Christkindl ist doch nicht tierisch. Hat jo, sagt die Kleine, das Christkindl nicht, aber die Aal schon.
Himnusza. Most összejöttük itt a zenészekkel egy picit, ugye nagyon nem lehet sehol koncertezni, meg egyebeket, de itt szabadba eljátszanák néhány karácsonyi nótát. Ez a Magyarok világhimnusza volt. A következő, az már mindenki ismeri, a Dicsőség mennyben az Istennek. Thank you.
kapcsolni a fiúkat. Ez az utolsó előtti dalunk. Az utolsó dalt szeretnénk, ha együtt tudnánk énekelni. Ugyan nem kell nagyon közelre jönni, de egy picit jöjjenek közelebb, jó? És akinél van csillagszóró, az odaállna a fiúk közé, a mennyből az angyalt elénekelnénk, jó? Közösen. Ezzel a szép karácsonyi dallal szeretnék mindenkinek áldott karácsony ünnepeket kívánni. És nagyon köszönjük, hogy végig hallgattak minket. Köszönjük szépen!